Sok szeretettel köszöntelek titeket itt a mai videóban. Én ugye tegnap volt március 15-e, gondoltuk ezt a témát fogjuk feldolgozni, és hát ahol jelenleg vagyok, ugye Erzsébetnek az író szobája, és hát előttem látható egy Petőfi kötet, ennek a kiadása egyébként 1874, és hát Erzsébet nagyon-nagyon szerette Petőfinek a verseit, eredeti magyar nyelven olvasta ezeket. Illetve ami még itt látható a szobájában, amit éppen Horváth Mihály pont az 1848-as március 15-i eseményeket meséli el Erzsébet királynénak, hiszen ő egyébként ebben az évben összesen 10 éves volt, és hát még valószínűleg semmit nem tudott arról, hogy mi lesz majd az ő jövője és hogyan fog alakulni. Ferenc József, a férje pedig ekkor volt 18 éves, tehát mondhatjuk, hogy ő is még nagyon fiatalon került bele ezekbe az eseményekbe. És hát később, ugye, hogy Erzsébet királyné, ugye osztrák császárné, majd magyar királynévá vált, sokkal nagyobb szerepe lett ugye a magyar nép kapcsán, illetve hogy a magyaroknak szeretett volna egy sokkal szabadabb Magyarországot, egy sokkal élhetőbb Magyarországot, hiszen Erzsébet nagyon-nagyon szerette a magyarokat, és hát ez később a munkásságában is látszódott, hogy nagyon sokan segítette őket, ugye kezdve Deák Ferenccel a kapcsolata, illetve Andrássy gróffal, akinek egyébként szintén idén van a 200. évfordulója, ahogyan ugye Petőfinek is, tehát ebben az évben sokat fogunk majd erről a két névről hallani. És hogy Erzsébet tényleg mennyire szerette a magyarokat, ugye nem csak olvasott egyébként verseket, hanem írt is ő maga is, nem egy verset. És most egy olyan verset hoztam el nektek, ami tényleg arról szól, hogy Erzsébet mennyire szerette volna, ha a magyaroknak van egy szabadabb országa, és szeretett volna mindenképp királyt szülni a magyaroknak, úgyhogy ez a vers, amit hoztam, Bóbár királyt adhatnék nektek. Ó Magyarország, szép világ, tudom én élsz gyötrő láncom. Úgy levenném én rabigád, kezem lásd, nyújtani vágyom. Haza s szabadság, sok dajla, ezekért ért oly bús véget. Kötelékünk bár fonódna ma, királyt adhatnék néktek. Magyar had lenne, hade honbeli hős, vasa karja tiszta a híre, derék értelmű férfi, erős, s csak a földért verne a szíve. Alkotna szabad magyar hazát, örökre legyőzve az átkot, itt osztaná örömét, bánatát, így lenne hű királytok.